Mit csinálsz már megint? Ekker Tibort jól ismerik a fehérváriak, kisfia a család Lombik hárma sikrei közül egyedül életben maradt agyvérzéssel született gyermeke. Zsolti a folyamatos gyógykezeléseknek köszönhetően egyre jobban van. Az őssejtbeültetéseknek, a speciális terápiáknak köszönhetően Zsolti mára megtanult önerőből, hasizomból felülni, eszik, szívesen játszik, nagyokat nevet és szereti a hupikék, törpikéket nézni a tévében. Mindez azonban rengeteg pénzt emésztett fel, a család folyamatos hitelfelvételekre kényszerült, így kerültek a banki hitelkárosultak irodájával is kapcsolatba. Egyszerűen betemetett minket az a rengeteg adósság, ami volt. Hát oda kerültünk, hogy egyszerűen nem volt már finanszírozható. Amikor odaértünk a végső stádiumra, akkor fordultam a civil szervezetekhez segítségért, hogy még mielőtt teljesen magállá temet minden, addig tudnánk valamit csinálni. Az Ekker család 5 bankkal állt kapcsolatban, hiába keresték a megoldást, nem nyújtottak nekik segítséget, végül a banki hitelkárosultak irodájához fordultak. A közreműködésünkkel, a levelezésünkkel létre tudtunk hozni egy olyan helyzetet, hogy a bankok elkezdtek az ügyféllel kommunikálni, és ahogy az ügyfél tájékoztatott bennünket, mind az 5 ügyben előre tudott lépni, és olyanná tudta formálni a banki hiteleit, hogy ezt most már tudja finanszírozni. A tapasztalat azt mutatja, az iroda mindenkinek megpróbál segíteni, ha időben felkeresik őket, könnyebben megtalálják a megoldást. Az irodáról többet tudhatnak meg a www.cisz.hu internetes oldalról, további információért pedig a 22 506 186-os számot is tárcsázhatják.